biztos nem tud sem írni, sem olvasni, de... Az analfabéta. Tűrhetjük, hogy egy analfabéta vezessen minket? Minket Európa legkultúráltabb nemzetét, Európa központját, a világ központját, Goethe, Beethoven, Hölderlin, Heidegger országát, az egyetemek paradicsumát, a Nibelungok országát, Jancsi és Juliska hazáját. És akkor eldöntöttem, hogy véget vetek ennek a fárasztó kapcsolatnak. Igen, én döntöttem így. Kerestelek, szerettelek, hallgattam rád, mindenhol téged láttam. Szerettelek, igen, nagyon szerettelek, és te mit tettél? Semmi, baráti, jel egyszerűen keresztül néztél rajta. Te lehet, hogy vak vagy? A világot egy vak, süket néma vezeti, aki jeleket küld, és mi csak az sem állandó, csak hogy hébe-hóba! Nem ítélkezhetsz fölöttük, mert őt választották! Főleg miután megmondták nekik, hogy meghaltál, és te semmit nem tettél, hogy bebizonyítsd, élsz. Ő mindig jelen volt. Megmondta, hogy mit csinálhatunk és mit nem. Új bölcsődalokra tanított, megtanította, hogyan kell szeretnünk a hazánkat, hány gyereket kötelező nemzeni. Oroszország pedig túl nagy háza ahhoz, hogy rendben lehessen tartani egy szerencsétlen peresztrojkával. Az északi államok túl lassúak, Hollandia belefullad a kábítószerbe, meg a kurvákba. Svájc elfoglalja magát a pénzmosással, az angolok eltűnnek, csak egy üres sziget marad utánuk, ahol amerikaiul beszélő indiaiak, jamaikaiak és írek laknak. Nem sokára egész Európa amerikaivá válik. Egy alsóbrendű Amerika egy vérfertőzésben szenvedő nagyanyó. Legegyszerűbb volna gyarmatisítani a keleti országokat. Először Oroszország adja be a derekát, aztán szépen lassan egész Kelet-Európa átszokik az amerikai angolra. Magyarországon, Bulgáriában, Romániában két hivatalos nyelvet beszélnek majd. A sajátjukat és az amerikait. Miért? Miért adtál el minket az amerikaiaknak? És mintha még ez se lett volna elég. Elárasztanak az arab beduinok is a japán turisták. Éghajlatunk megváltozik. Juhaink kengurukat ellenek. Teli vagyunk emigránsokkal, akik megeszik a sébrúni hagyjukat, a párizsi metróban alszanak és a Kolosszeum alatt szaporodnak! Teatrul din care ați m-a invitat să fac un spectacol și să propun ca parte din proiect un text pe care cred că aș vrea să-l fac acolo, pe de-o parte, și care în același timp să se potrivească repertoriului publicului Teatrului din Galați. Și atunci am găsit acest autor care se numește Anthony Neilson, este un dramaturg britanic contemporan, face parte dintr-o mișcare foarte importantă a teatrului contemporan, a dramaturgiei contemporane de fapt, o mișcare care se numește In Your Face Theater, o mișcare care a adus un alt fel de teatru pe scenă, un teatru mult mai visceral, mai agresiv, cu un limbaj pe care publicul român încă nu îl tolerează în totalitate, cu problematici pe care publicul nostru nu le tolerează încă în totalitate pe scenă. În fine, și m-am oprit la acest Anthony Neilson și am avut surpriza că între textele lui există acest text de inspirație victoriană și include trei povești foarte frumoase din punctul meu de vedere, și duioase și grotești, despre singurătate. Din pură curiozitate, ai putea să ne amintești în ce constă exact această intervenție? Sigur! Fără prea multe menajamente, Rangivia explicat lui Edgar cum intră budiul în contact cu scalpul, cum își înfige vârful adânc, recuvând o mică bucățică rotundă de os, cum această mică bucățică rotundă de os cade apoi, lăsând o gaură prin care se poate vedea creierul pulsând, cum va introduce un instrument în această gaură prin care se poate vedea creierul pulsând, cum gaura se va strânge în jurul instrumentului, fixându-l acolo pentru totdeauna.